Egy nemzetközi felmérés szerint, ha valaki egy hosszú távú vezetést megelőző 24 órában 5 óránál kevesebbet alszik, olyan mértékben romlanak a reflexei és olyan tüneteket produkál, mintha megivott volna 2 korsó sört. A reakcióidő meghosszabbodik és csőlátás alakul ki. A megfelelő alvás mellett a kreszt betartása is fontos, hogy autópályán elkerüljük a baleseteket. Ilyen a követési távolság tartása. 130 km/h-nál 70-75 méter a biztonságos követési távolság, hogy meg tudjunk állni, ha kell. Például, ha észrevesszük, hogy felújítási munka zajlik az autópályán. 2022. szeptemberében közel 1300 km út fenntartását vette át a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT. Tavaly pedig elkezdődött Magyarország eddigi legnagyobb gyorsforgalmi útfelújítása, ami azt jelenti, hogy 2023 és 2025 között 538 kilométeren teszik rendbe az utakat. Ez az országos hálózat 43%-a. Az M3-os az egyik olyan pályánk, amelyik egyrészt nagyon terhelt, másrészt amelyiken nagyon sokat dolgozunk. Előttem vannak a tavalyi adatok. A tavaly az M3-as esetében több mint 1 millió négyzetméteren cseréltük a tönkrement burkolatot új aszfaltra, és az idei évben 1 millió 700 ezer négyzetméteren tervezzük az M3-ason a burkolat cserét. Ha az M3-asról beszélünk, akkor ugye nagyon sokan lehetnek, akik Szabolcs megyét, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét Budapest irányából közelítik meg. Az ő számukra egy fontos információ az, hogy az M3-asnak a mi bevezetőnek mondjuk a budapesti része, ami még hozzánk tartozik, ott jelen pillanatban is zajlanak a felújítások. Ez azt jelenti, hogy ott 3 forgalmi sáv van, plusz egy üzemi leálló sáv, tehát oldalanként 4-4 sávról beszélünk. Ezt teljes egészében megújítjuk, nagyjából 140 ezer négyzetméteren, és ezeknek a munkáknak a vége június 30-a. Tehát, hogyha valaki majd érkezik az M3-ason Budapestre, vagy az M3-ason hazafelé tartana Szabolcs megyébe, és az M3-ason keresztül szeretne lejutni, akkor június 30-a után már nem kell számítania a bevezető szakaszon a munkákra. De nem csak Budapesten zajlanak felújítási és karbantartási munkák. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében Nagykáló térségében van egy rövid szakasz, ahol július 5-éig dolgoznak a Budapest és a határ felé tartó oldalon egyaránt. Sokan nem tudják, de a munkák ütemezésénél tekintettel kell lenni a nemzeti ünnepekre és az országos jelentőségű eseményekre. A Forma 1 és az augusztus 20-ai ünnep körüli időszakban például nem lehetnek munkák. Hasonló elvek alapján ütemezik a következő időszak munkáit is. Lesz az országhatár felé tartó oldalon a Nyíregyháza déli csomópont után június 27-e és július 10-e között egy munkavégzésünk. Lesz Nyíregyháza kelet csomópontjában egy zárásunk az országhatár felé tartó oldalon július 11-e és augusztus 16-a között. Ez egyébként még tervezés alatt van, tehát itt a dátumok változhatnak. 2 munka lesz még az M3-ason abban a megyében. Görbeházánál az országhatár felé tartó oldalon augusztus 21-e után kezdünk el dolgozni. Itt az M3-as, M35-ös elválásáról beszélünk. Ott a munkát a kollégáim szeptember 10-ig befejezik, és van még egy negyedik munka is, ami még előttünk áll az M3-ason. Az Nyíregyháza kelet csomópont környéke a Budapest felé tartó oldal. Itt is augusztus 21-e és szeptember 4-e között fogunk dolgozni, tehát az augusztus 20-ai nemzeti ünnep után. Vármegyénkben 27 kilométernyi út újul meg az M3-ason, és ez nem csak a felső kopó réteg cseréjét jelenti. A szakemberek felmarják a felső néhány centit, és megnézik, hogy az alatta lévő kötőréteg sérült-e. Ha igen, tovább marnak, és az alapsérüléseit is vizsgálják. Addig marnak, amíg nem találnak olyan réteget, amelyhez már nem kell hozzányúlni. Vagyis nem csak az út felső rétegét javítják, hanem ha a műszaki mérések és paraméterek indokolják, akkor mélységében is hozzányúlnak az úthoz. Az mkif.hu oldalon rendszeresen közzéteszik a következő heti útfelújításokat.